Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Máté evangéliuma 6. részének 16. versétől a 18. verséig szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig böjtölsz, böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Tegnap hallottunk az egyik egyoldalúságról, az önzésről, a magunk körül való forgásról, amit a böjtel hoz helyre Isten életünkben. A másik egyoldalúság, amiről a Szentírás beszél, amit szintén a böjt hoz helyre életünkben, az, hogy leginkább a testünk körül forog az életünk. Kezdve attól, hogy reggel fölkelünk, az ember azt vizsgálja, hol fáj, hogy aludtál, ez igen kedves és fontos kérdés, de csak a testre vonatkozik. És attól kezdve, hogy kinyitjuk a szemünket, már a tükör előtt állunk. A testet öltöztetjük, díszítjük, tápláljuk, a test teljesítő erejét igyekszünk megtartani vagy fokozni. A testet óvjuk, védjük, gyógyítjuk, kényeztetjük. Mintha nem lenne az embernek lelke. Mintha tényleg csak az a 70-80 kilónyi víz, kötőszövet, szaru, hús és csont lennénk. Mintha nem volna benne a Bibliában, hogy Isten megformálta az embert a föld porából, aztán lelket adott belé. Mintha nem lenne lélek. Aztán sokszor valóban olyanná válik az életünk, mintha nem lenne lélek. Olyan lélektelenné, olyan lelketlenné. Nem törődünk a lelkünkkel, így egészen egyoldalúvá válik sok ember élete. Csak a test körül forog, és a lélek nem kapja meg a lelki táplálékát. A lelket nem tisztogatjuk, nem védjük, nem gyógyítjuk, nem tartjuk karban. Legfeljebb, ha nagy baj van, akkor próbáljuk valami első segélyben részesíteni. A lelki táplálékunkról így szól hozzánk Isten igéje, Jézus szavaival, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Erre is való a böjt, hogy ezt a végzetesen félrebillent állapotot egyensúlyba hozza. Hogy néha szándékosan háttérbe szorítsuk a követelőző testet, és adjunk elsőbséget a lelkünknek. Itt aztán tényleg jó eszköz az, hogy ételben, italban is mértéket tartunk, hogy az ember böjtöl, és ez alatt és ezáltal is a lelkiekre összpontosít. Imádkozzunk az énekíró szavaival, adjad, hogy tégedet megismerhessünk, szent fiad által tőled megnyerhessük, hogy szent igéd hirdettessék köztünk, hogy éhen meg ne haljon a mi lelkünk. Amen.